fejlesztések vállaljon. Megújult a művelődési ház és új orvosi rendelő épült. Több jelentkező, idén népszerűbb a Nyíregyházi Egyetem a felvételizők körében. Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, 22 csapat tesztelhette elméleti és gyakorlati tudását. Mintegy 100 millió forintos beruházás fejeződött be Vállaljon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A településen megújult a művelődési ház, és az önkormányzat tulajdonában lévő telken felépült egy új orvosi rendelő. A fejlesztés része a kormány programjának, amely a hátrányos helyzetű térségek településeinek felzárkóztatását teszi lehetővé. Modern belső kialakítással készült el az új orvosi rendelő Vállalj központjában, ahol a védőnői szolgálat is helyet kapott. Ezt a korábban üresen álló önkormányzati telken építették fel 50 millió forintos toppos pályázati forrásból, további 10 millió forintból pedig a Tibor szállási rendelőt újították fel, hiszen Vállalj házi orvosi praxisa látja el ezt a települést is. De nem csak az egészségügy fejlesztése valósult most meg. A művelődési házunk egy külső és belső felújításon esett át, nyílászáró csere, padló, mennyezet csere, szigetelése, illetve napelemes rendszerrel látták el, ami az elektromos fűtést fogja jövőben segíteni, illetve napkollektoros rendszerrel, ami pedig a használati melegvizet. Ez nagyságrendileg 50 millió forint támogatásból épült meg, ami 95%-os támogatási intenzitást élvezett. A fejlesztések nem csak a település számára fontosak, hanem határmenti elhelyezkedése miatt a térségnek is. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezen a sváb kisebbségi önkormányzattal is rendelkező településen megújuljon a művelődési ház, és egy új orvosi rendelő kerüljön kialakításra, mert ugye ez egy élő település, és szükségünk van mind a kultúra biztos pontjára, mind pedig az egészségügyi ellátásra. A kormány a Magyar Falu program keretében nem csak a művelődési házak építésére, illetve felújítására ad támogatást, hanem az azokban megrendezhető programokra és a szervezők bérére is. Hiszünk abban, hogy az ilyesfajta közösségi művelési helyszíneknek, művelési házaknak nagyon fontos szerepe van. Az elmúlt években azt láttuk, hogy ebben partner is volt sok-sok magyarországi település, hiszen közel kétszeresére emelkedett a közösségi művelési intézményeknek a száma. Egy 3000 alatti számról indultunk 2010-ben, és most már 5500 fölött járunk. Ezzel párhuzamosan éves szinten 88 ezerrel nőtt a különböző kulturális intézményekben megtartott események száma. Így egyre több lehetőségük van a kisebb települések lakóinak is a kulturális kikapcsolódásra. Nagy feszültséget lát az Európai Unióban a Jobbik, a nyugat-európai országok, illetve a kelet-európai újonnan csatlakozó országok tekintetében, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Ezért úgy érzik, hogy egy új kiegyezésre van szükség az unió és tagállamai között. Lengyel Máté szerint az Európai Unióban megoldandó probléma az újonnan csatlakozott, szegényebb tagállamokból érkező munkavállalók által keltett bérfeszültség. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a bérunió alapvetéseivel, célkitűzéseivel lehet orvosolni, és úgy látjuk, hogy erre már nem csak Magyarországon van pozitív visszajelzés, hanem az Európai Unió vezetői között is nagyon sokan már abban gondolkoznak, hogy erre igenis egy bérunió adhat megoldást. Sajtótájékoztatóval egybekötött aláírásgyűjtést tartott csütörtökön Nyíregyházán az MSZP párbeszéd közös európai parlamenti képviselőjelöltje. Jávor Benedek szerint ez az EP választás sokkal fontosabb lesz, mint az eddigiek, hiszen nem csak arról szól, hogy Magyarország merre fordul, hanem arról is, hogy Európában merre mozdulnak a dolgok. Fel tudunk lépni azért, hogy olyan erők kerüljenek be az Európai Parlamentbe, amelyek tényleg képesek Magyarország érdekeit, a magyar választópolgárok érdekeit képviselni. Fel tudunk lépni a korrupció ellen, fel tudunk lépni azért, hogy az Európai Uniós források valóban az emberek, az önkormányzatok és a vállalkozások érdekeit szolgálják, ne pedig korrupt csatornákon áramoljanak szét az országban.
A tavainál többen jelentkeztek idén a Nyíregyházi Egyetemre, továbbra is a pedagógusi képzések a legkedveltebbek, de sokan választották a mérnöki szakokat is. Utóbbiak esetében duális képzések keretében több céggel együtt működik az intézmény, ezekhez a felvételizők egyénileg pályáznak. Az országos tendenciával megegyező mértékben változott. 4%-kal nőtt a jelentkezők száma az idei felvételin a Nyíregyházi Egyetemen. Ez több mint 3300 embert jelent, akik közül többen több szakot is megjelöltek. Így a jelentkezések számában már 5,2%-os az emelkedés. Első helyen pedig több mint 1800-an írták be az egyetem valamelyik képzését. Ezek népszerűségét tekintve idén sem történt változás. Motel 35 perc című műsorunkban az intézmény oktatási rektor helyettese. Ebben az évben is az összjelentkezői létszámot nézve a pedagógus képzés nyert, ugye a 43%-át teszik ki. Most a pedagógus képzési területet úgy kell elképzelni, hogy ebben benne vannak az óvodapedagógus alapszakra jelentkezők, az idén is erre a szakra jelentkeztek. Egyébként a legtöbben 251 jelentkezést mértünk. Ez már a harmadik ilyen sikeres éve az óvodapedagógus alapképzési szaknak. Szintén kedveltek a csecsemő és kisgyermeknevelői, valamint a tanítói képzések, ahogy a szlavisztika és a repülőmérnöki alapképzés is. Utóbbira olyan sokan jelentkeztek első helyen, hogy nem is biztos, hogy mindenkit fel tudnak venni közülük. A többi mérnöki képzés is népszerű, a járműmérnöki szakra háromszoros volt a túljelentkezés. A felvételizőket valószínűleg az is motiválja, hogy a közeljövőben BMW gyár épül Debrecenben. A duális képzések keretében egyébként sok közeli cég az egyetem partnere. Ezekhez a jelentkezők célirányosan pályáznak. A jelentkezők egyénileg jelölték meg a felvi területén, hogy ők mely céghez szeretnének menni az adott szakra jelentkezve. Előbb fognak találkozni a céggel, és a cég választja ki őket, és majd csak a pontszámítás ezt követően kerül rögzítésre a felvében, tehát itt még nincsenek adataink, 6 szakterületen, 6 szakon indultunk most is a duális képzésben, hát reméljük a legjobbakat itt is. A következő években új szakok is indulhatnak a felsőoktatási intézményben. Az oktatási rektor helyettes ezekről még nem árult el részleteket. Azt azonban kiemelte, hogy ezek kiválasztásakor figyelembe veszik a munkaerőpiac, illetve a megyében és a régióban működő cégek igényeit. A fiatalok bevonása a katasztrófavédelmi és elhárítási feladatokba volt a célja a katasztrófavédelmi ifjúsági versenynek, amelyet 26. alkalommal rendeztek meg Nyíregyházán. Az iskolában megszerzett tudást a fiatalok elméleti teszteken és gyakorlati feladatok végrehajtásán keresztül mutathatták meg. A verseny megyei fordulóját jövő hét kedden rendezik meg. Mindenhol folyók, tavak. De van még valami a térképen, ami még kékkel van jelölve. Ez mit jelenthet? Folyó. Az lehet folyó? Ilyen egyenes folyó? Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület vezetője, éppen a térképolvasást mutatja a fiataloknak az erdei tornapályán. Ez volt a 22 állomás egyike a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulójának. Egy farönk segítségével a hordággyal mentést is szimulálni kellett időre a gyerekeknek, és elméleti teszteket is kitöltöttek. Már 26 éve kerül megrendezésre ez a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. Ez egy felmenőrendszerű verseny, helyi szintű fordulója zajlik éppen a mai nap, de jövő héten megyei, majd aztán országos verseny is lesz megrendezésre. A célja ennek a versenynek a fiataloknak a katasztrófák elleni védekezésbe való bevonása olyan szinten, hogy megszerezzék azokat az ismereteket, ami egy ilyen helyzet kialakulásakor feltétlenül szükséges. A mai napon játékos formában tudják ezeket a feladatokat begyakorolni, illetve elméleti és gyakorlati állomásokon bemutatni azokat az ismereteket, amit már az iskolában ők megtanultak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több tudással rendelkeznek azok az általános és középiskolás diákok, akik 4 járásból érkeznek rendszeresen a versenyre. A megmérettetések során tovább mélyíthetik ezt a tudást, akár az első segélynyújtásról, akár a hivatalos szervek értesítésének menetéről egy-egy katasztrófa helyzet esetén. A helyi fordulón 22, egyenként 4 fős csapat vett részt.
24 óra vers címmel rendezett egész napos programot a Labor Café. A Magyar Költészet napja alkalmából április 11-én 0 óra 1 perctől gyerekek és felnőttek olvasnak verseket a kedvenc költőiktől, de sokan érkeznek saját költeménnyel is. Újdonság, hogy idén már online is csatlakoztak a kezdeményezéshez, többek között Lackfi János. Izgatottan érkeztek délelőtt a Jókai Mór Református Általános Iskola elsős diákjai a Labor Caféba, hogy részt vegyenek a 24 óra vers címet viselő rendezvényen a Magyar Költészet napja alkalmából. 3 évvel ezelőtt rendeztük meg először a Magyar Költészet napján a 24 óra vers című programunkat, aminek keretében 24 órán keresztül verselünk online és offline egyaránt. Ez azt jelenti, hogy április 11-én 0 óra 1 perctől 23 óra 59 percig várjuk a helyi közösséget, akinek azon tagjait, akik szeretnék megosztani kedvenc versüket, úgyhogy ők maguk elszavalják. A gyerekek az ajándék csoki elfogyasztása után Móra Ferenc versét, a Zengő ABC-t adták elő. Suhog a sok sasmadár, szilva fár a szarka szál, tücsök talon hegedül, tyúk az árkon átrepül. A kicsik többek között az ilyen programoknak is köszönhetően nem csak az iskolában olvasnak szívesen. Én szoktam inkább olvasni, mert hogy legfőképp a boltok címét, meg olvasok egy könyvet, és szeretek olvasni. A kisfiúk pedig inkább az autós témájú meséket és verseket olvassák. Egyszer elolvastam Verdá 2-t, azt elolvastam, meg ezeket szeretem olvasni. Az idei 24 óra vers érdekessége, hogy már nem csak offline lehet csatlakozni az eseményhez, hanem az online közösséget is sikerült megmozgatniuk a szervezőknek. Lackfi János és Gaskó Balázs, a Magyar Televízió munkatársa is küldött videót a kedvenc verséről. Utóbbi egy Ady Endre költeményt választott, aki az egyik legtöbbet idézett költő évek óta. Ady Endrétől kezdve Lár Andráson át a saját versekig is előfordulnak, tehát egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy valaki a saját versével érkezik, amit külön üdvözlünk persze. Átkelhetnek a Szarvas utcán. Az önkéntesek pedig egész nap verseket helyeznek ki a városban a 2015-ben indult Posztolj verset az utcára kampány keretében. Csehov ritkán játszott művét, a Manót mutatja be pénteken a Krúdi Kamarában a Móricz Zsigmond Színház társulata Tasnádi Csaba rendezésében. A szenvedélyes és mulatságos komédia a Mindnyájunkban ott élő Manóról szól, aki nem engedi, hogy olyanná tegyük az életünket, amelyenné tehetnénk. Hogy mint komád? Hát csak úgy lassacskám, és te? Élek! Fáradjanak az asztalhoz, fogyasszanak bátran! Az erőd még messze van! Csehov nem sokkal a Manó bemutatója után ezekkel a szavakkal tagadta meg a művét. Igazi csapás volna a számomra, ha valamilyen erők megmentenék a feledéstől és életre keltenék. Sem új bemutatóját, sem új kiadását nem engedélyezte a mű sikertelensége miatt. Megírta viszont a remek művű második változatot, a Ványa bácsit, s úgy hitte, hogy ezzel végképp sikerült kivetnie a színházi köztudatból a sajnálatos előzményt. Ám a színházak ma is játsszák a darabot, ami egy félresiklott nyaralás története. Borzasztóan izgalmas, mert nagyon nagy szabadságot ad az alkotó csapatnak, hiszen ez egy túlír darab. Ha az egészet előadnánk, akkor kb. 4 óra lenne a játékidő, tehát húzni kell belőle, hogy elviselhető legyen, és azt, hogy húzunk belőle, az bizonyos szempontból szabadságot ad a gondolatnak, ami mellett mi szeretnénk haladni. És a későbbi nagy művek összes kis apró momentuma ott van benne, és a mi dolgunk, hogy próbáljuk irányítani a cselekményt, a történetet, egymás követő jelenetek érzelmi töltetét, hogy a nézőnek katarziszt okozzunk. Szerebriakov professzor alakját Puskás Tivadar kelti életre. A művész, bár korábban mindössze egy Csehov szerepet alakított, nagyon kedveli a szerzőt, és a professzor karaktere is közel áll hozzá.
Én egy öreg professzort játszom, aki körül egy picit forogott a világ itt ebben a faluban, aki tényező abban a faluban, de már öregszik. Fiatal felesége van, szeretem mindenki megkörnyékezni a feleségét, a lányát. Tehát valahogy ő viszont nem bírja már elviselni ezt a tunyaságot. Ő hozzászokott a nagyvilági élethez, a hírnévhez, a sikerhez. Puskás Tivadar mellett a főbb szerepekben Szabó Mártát, Jenei Juditot, Dézsi Darinkát és Horváth László Attilát láthatja a közönség. A címszerepet I.S. Ákos alakítja. A premiért pénteken tartják a Klódi Kamarában. A hétvégén rajtol a rájátszás a férfi kosárlabda NB1 B-piros csoportjában. A Nyíregyháza Blue Sharks a legjobb négy közé jutásért a BKG Prima esével játszik. A két nyert mérkőzésig tartó párharc első felvonása pénteken 16 óra 30 perckor kezdődik a Continental Arénában. Két hét szünet után folytatódik a bajnokság a férfi kosárlabda NB1 B-piros csoportjában. Pontosabban egy új bajnokság kezdődik, mivel a szakemberek szerint a rájátszás teljesen más műfaj, mint az alapszakasz. A Nyíregyháza Blue Sharks harmadik másodosztályi szezonjában is bejutott a felsőházi rájátszásba, ahol az előző két évvel ellentétben sikerrel akarják venni az első kört a cápák. A csapat ennek szellemében készült az elmúlt napokban. Valóban egy új bajnokság, és alapvetően ez a pont az íre, és az egész éves teljesítményt egy rájátszás meg tudja határozni természetesen, ami lehet, hogy nem jó, de izgalmas mérkőzések lesznek ezek, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen extra rájátszást játszani, és örülök neki, hogy eljutottunk újra a rájátszásig, és nagyon várom természetesen ezeket a mérkőzéseket. Ebben a két hétben megpróbáltunk 100%-osan felkészülni a BKG-ból, próbáltunk egy picit pihenni is, és alapozni is, ez nem volt egyszerű, hiszen közben egyetemi mérkőzések is voltak a srácoknak, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy milyen súllyal vágunk neki ennek a rájátszásnak, és úgy gondolom, hogy mindenki azért dolgozott egész évben, hogy ezt az első kört hazai pályán tudjuk elkezdeni, és azt hiszem, hogy ezt ki is kell használnunk. Az alapszakasz negyedik helyen záró kékcápák mögött a BKG Prima ese végzett az ötödik helyen. Ősszel 3 ponttal a pénteki vendégek nyertek, amiért 10 pontos hazai győzelemmel vágtak vissza a nyíregyháziak. A Sziget-Szent Miklósi csapat szakmai stábja is több játékos és debreceni kötődésű, így a mérkőzésen a tét mellett a presztízs is szerepet játszik majd. Olyan játékosok szerepelnek a csapatban, akikkel annak idején a korosztályos küzdelmeket is megvívtuk, akár U16 vagy U18-as korosztályról beszélünk, tehát van múltja ennek a társaságnak, még ha a csapatnevek nem is ezt sugallják, valamint nagyon szervezett és jó játékot játszanak, szépen felkészülnek ők is, szépen össze van rakva a támadó játékuk is, a védekezésük is, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nehéz ellenfél, ráadásul a magyar játékosokon túl egy nagyon jó amerikai játékosuk van, aki 3-as-4-es poszton is bevethető, és éppen ezért egy picit érdekes ellene készülni és ellene játszani. Meg kell találnunk azt, hogy hogyan tudjuk őt is megállítani, hiszen az alapszakasz hazai mérkőzésen azt hiszem, hogy magabiztosan győztünk, ennek ellenére, és nem is védekeztünk rajta rosszul, ennek ellenére ő 20 pont fölött tudott dobni, és ez azért elég sok, valahogyan ezt vissza kell szorítanunk. A Nyíregyháza Blue Sharks BKG Prima ese mérkőzés pénteken 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a találkozót. A negyeddöntő további párosítása a következő: Oroszlány Budapesti Honvéd, MAFC Vasas Akadémia és Veszprém PVSK. Az ötödik mérkőzés dönt majd arról, hogy a Fátum Nyíregyháza vagy a Békés Csaba jut be a női röplabda extra liga döntőibe. Az elődöntő negyedik mérkőzésén a Békés Csaba hazai pályán 3-1-re verte Hollósi László együttesét, így 2-2-re áll a párharc. Az ötödik találkozót hétfőn rendezik a Continental Arénában. A bajnoki címvédő Békés Csaba számára az elődöntő negyedik mérkőzése kínálta az utolsó esélyt arra, hogy életben tartsa döntős reményeit. Az első szettet a vendégek nyerték 19-re, sőt a második játszmában is közel voltak a győzelemhez a nyíregyháziak, azonban a Békés Csaba 25-23-mal egyenlített. A harmadik játszma 21-re lett a házigazdájé, a negyedik felvonásban pedig 24-17-nél 7 szettlabdája volt Hollósi László együttesének, a Békés Csaba viszont fordítani tudott és 3-1-es győzelmével kiegyenlítette a párharcot. Amennyire mondjuk lehet azt mondani, és a Békés Csabaiak mondták, hogy a harmadik mérkőzést ők uralták, hát ez a mostani mérkőzés meg pont az ellenkezője volt. Tehát én úgy gondolom, hogy
egészen a második játszom a végéig, 23-20-ig, ami a mi akaratunk dönt érvényesült, és tényleg már talán az volt a fejünkben, hogy 23-20-nál, hogy ha 2-0-ra vezetünk, akkor onnan már nem állíthat meg senki minket. Ennek ellenére a negyedik játszmába visszajöttünk, tehát ugye gyakorlatilag 24-17-nél már mindenki úgy gondolta, hogy akkor készülhetünk az ötödik játszmára. Hát sajnálatos módon egy rövid zárlat volt a csapatnál, de én azért mondom, mindig szoktam mondani a játékosaiknak, hogy ez a múlt, ezt félre kell tenni, és tényleg meg kell mutatni, hogy fejben igenis erősek vagyunk, és hétfőre kell most már koncentrálni. Egy ilyen mérkőzés után nem csak a fizikai, hanem a mentális rehabilitációval, illetve felkészítéssel is foglalkozniuk kell a csapat mellett dolgozó szakembereknek. A medical stáb most szépen elvégzi a testnek a karbantartását. Nekünk a Horváth András kollégámmal meg elsődlegesen a lelkeknek az ápolása következik. Tehát egy testi-lelki masszást kell most alkalmazni a játékosoknál. Valóban már ugye azért lassan a tizedik mérkőzésünket játszok a Békés Csaba ellen, tehát taktikailag nagy módosításokat nem lehet eszközölni. Nyilván leszűrjük a tapasztalatokat, hogy miért történhettek ezek a rövid zárlatok, és ezt megpróbáljuk kiküszöbölni a következő mérkőzésre. Az elődöntő ötödik mérkőzése hétfőn 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a győztes csapatra a Vasas Óbuda vár az Extraliga döntőjében. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 50 millió forintból újult meg a Művelődési Ház Vállai Központjában egy vidékfejlesztési program keretében. Az ilyen intézmények fontosak a kistelepülések felzárkóztatása szempontjából is. 2010-hez képest közel a duplájára nőtt a kulturális intézmények száma Magyarországon. A terület és település fejlesztési operatív program támogatásával pedig új orvosi rendelő épült a községben, ahol a védőnői szolgálat is helyet kapott. 4%-kal többen jelentkeztek idén a Nyíregyházi Egyetemre. A több mint 3300 felvételiző körében a pedagógusi, valamint a mérnöki szakok voltak a legnépszerűbbek. A jármű mérnöki szakra például háromszoros volt a túljelentkezés. A következő években új szakok is indulhatnak a felsőoktatási intézményben. 22-4 fős csapat vett részt a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny nyíregyházi fordulóján. A négy járásból érkezett általános és középiskolás diákok teszteken és gyakorlati feladatok végrehajtásán keresztül mutathatták be tudásukat. A versenyt 26 éve rendezik meg, és a tapasztalatok alapján egyre több tudással rendelkeznek a fiatalok. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 11-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső zápor helyenként előfordulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Péntek estig többnyire erősen felhős lesz az ég, eső zápor szorványosan előfordulhat. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül várható. A hétvégén a jobbára erősen felhős, illetve borult égből még több helyen eleredhet az eső, záporeső, a jövő héten egyre kevesebb lesz a felhő, egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap, és csupán néhol alakulhat ki zápor. Az éjszakák továbbra is viszonylag hidegek lesznek, bár fagynak, kicsi az esélye. A nappali felmelegedés kissé erősödik.